Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt ismételten a Rázókő Bereznai Danival. Köszöntök minden kedves nézőt! És Újvári Mátéval. Mivel a legutóbbi hétvégén nem volt Forma 1-es futam a valóságban, ezért ez a mostani rész elsősorban szimulátorozásról szól majd. Dani eddigi legkeményebb kihívását állítja majd elém, én ebben szinte egészen biztosan vagyok, mert hogy maximális, azaz 110%-os AI ellen versenyzek majd, pole pozícióval indulva, az első helyről, és a célom pedig az, hogy beérjek. Nem, hogy pontot szerez, az jobb lenne, de szerintem egészen kivitelezhetetlen lesz. 5 kör alatt nem szabad elvesztened több mint 9 pozíciót, azaz körönként maximum 2-t. Hát ügyese vagy a kilökésben, szóval talán sikerülhet. Meglátjuk majd, hogy a törést bekapcsoljuk ezúttal, vagy sem. Szerintem nem. Úgyhogy lépjünk is tovább, illetve lépjünk egyet vissza, mert hogy az előző adásunk felvételét követően jött az a hír, amely alapvetően megrázta a Forma 1-et. Tegye föl majd az a kezét, aki ezen meglepődött, én már most emelem, Dani is emeli, mert hogy a Honda kiszáll a Forma 1-ből 2021 végén, akkor, amikor arról beszélgetünk, hogy Verstappennek minden egyes év előtt elmondják, hogy ez most jó lesz ez a Honda csomag, most meg tudhatok csinálni, látjuk, hogy idén sem fog sikerülni, de majd talán jövőre, de azt mondja Honda, hogy ha jövőre meg is csinálják, akkor is kiszállnak. Meglepődtél tényleg te is, amikor olvastad? Én meglepődtem, én pont most kezdtem el látni, hogy valami így épül, a parti mód betiltásával már időmérőn is közelednek, hogy Oroszországban is mindössze több mint 5/10-re volt Verstappen, pedig az egy erőpálya, úgyhogy a Red Bullnak nem idén a legjobb a kasznia, szóval láttam ebbe a projektbe sokkal nagyobb rációt, mint például a McLaren esetében, de kilépett a Honda egy ilyen környezetvédelmi kifogással, közben meg az IndyCarban ott maradnak még egy ideig, szóval ez egészen furcsa kifogás, de azt mondták, hogy jövőre még mindent bele fognak adni, teljesen új motort építenek, és remélhetőleg a bajnoki cím megnyerése után vonulhatnak ki a Forma 1-ből. Én ezt annyira nem hiszem el. Szerintem már nem fognak annyi büdzsét belerakni ebbe a projektbe, mint amennyit régen tettek, és éppen ezért a 2021 az kicsit kuka a Red Bull számára, és a motorváltás miatt talán a 22-23 is, ami pont ugye a szabályváltoztatások éve, ami azért baj, mert végre lett volna a Forma 1-nek egy kis remény, hogy valami más csapat veszi át az uralmat, és nem a Mercedes zárja az élen minden egyes futamát, és szerintem a legnagyobb esélyes az ugye a Red Bull lett volna, nyilván a McLaren is, a Ferrari is ott van, de azért látjuk, na meg a Renault, hogy ők picit messzebb vannak, így szerintem pont az egyik legnagyobb esélyes lett elgáncsolva, és ha a Mercedes nem omlik szét teljesen legbelül, akkor most is egy óriási előnnyel vágnak neki a új érának. Hát szerintem e hír hallatán lehet, hogy a Mercedes konkrétan a pezsgőt is bontott, mert azt mondták, hogy a legközvetlenebb riválisuk egyszer csak kiszáll. Számomra is értetetlen, amit Dani mondott, az teljesen így van. Gyakorlatilag mindenféle fals kommunikációs paneleket sütöttek el, hogy miért szállnak ki a Forma 1-ből, azt követően, hogy milliárdokat investáltak ebbe a projektbe, és milliárdokat investálnak egy másik projektbe is majd az elkövetkezendő években, de a Forma 1-ből kimennek. Egy kérdés van itt számomra, és itt az adás előtt pont erről beszélgettünk Danival, hogy mi lesz Max Verstappennel, hiszen nem is tavaly, hanem 2018-ban rebesgették azt, hogy volt egy záradék a szerződésében, hogyha a szezon feléig a Red Bull mondjuk nem tud futamgyőzelmet aratni, vagy nem áll mondjuk az első három helyen összetettben, akkor automatikusan ő kivásárolható, vagy felmondható könnyen a szerződése, tehát lényeg, ami lényeg, távozhat. És most is erről pletykálnak folyamatosan, hogy vajon a Honda bejelentése hogyan hat Max Verstappenre, aki ne legyen e felől kétségünk, csak és kizárólag győztes autóban szeretne szerepelni. Úgyhogy viccesen itt beszélgettünk Bottasról az egy héttel ezelőtti adásban is, hogy 21-ben neki már megvan a hely a Mercedesben. Én már nem vagyok benne 100% biztos, és tudom, hogy összeesküvés elmélet hívőnek kell lennie ahhoz, amit most mondok, de ha van ember, aki tárt karokkal menne most a Mercedeshez jelen pillanatban, az Max Verstappen, nyilván tudjuk, hogy Lewis Hamiltonnak is lenne ez egy-két szava, de ha nem is 21-től, szerintem 22-től gyakorlatilag talán, én azt mondom, hogy a Verstappen Mercedes páros egyre közelebb került egymáshoz. Nem tudom neked erről mi a véleményed. Az a baj, hogy Mercedesnek nincs értelme egy ilyen sztárpilótát hozni, bár nyilván van marketing, stb. Addig, amíg ott van Hamilton. Addig, amíg ott van Hamilton, ezt jól tudjuk, de ő ugye 10 bajnoki címig ott akar maradni, szóval ő még legalább 3 évig Verstappent azt elhessegeti, és ott van ugye házon belül Russell, aki talán egy ugyanakkora tehetség, és ő sokkal fegyelmezettebb, sokkal kisebb bérért is néhány évet ki tudna húzni a 6-szoros, 7-szeres, 8-szoros, 9-szeres világbajnok mellett,
és utána akár ő léphet az élre, házon belül sokkal egyszerűbben megoldva, szóval kicsit pessimista vagyok, de szép lenne, de hát Vettel se hozta oda a Merci, Verstappen miért hoznák oda, de a remény hal meg utoljára. Meglátjuk, minden esetre Toto Wolff egyszer már lemaradt Max Verstappenről, akkor, amikor Verstappen a Red Bull Akadémiát és a Red Bull programot választotta. Kíváncsi vagyok, hogy így, hogy megint elérhetővé vált Verstappen, vajon mit lép Toto Wolff, lép-e egyáltalán? A ti véleményetekre is természetesen kíváncsiak vagyunk, úgyhogy írjátok majd meg a komment szekció, hogy mire számítotok, Verstappen marad, nem marad, ha megy, hova megy és mikortól teheti meg mindezt. Még egy hír vagy esemény volt itt a közelmúltban, még mielőtt rátérnénk a szimulátorozásra, és ez egyáltalán nem vicces. Tehát mosolyogva a konfolon fel, miközben én soha az életemben nem láttam ilyen felvételeket. Ugye gokart világbajnokságról van szó. És ezek a felvételek, ezek bejárták a világhálót és a világ sajtót, és egészen döbbenetes számomra, hogy ilyen ki tud alakulni, hogy valaki ennyire rosszul viselje a vereséget, nem csak, hogy meg akarja dobni a közvetlen riválisát, hanem ugye azt látjuk a felvételeken, hogy a futam leintését követően ő is neki támad, a fiatalkorú versenyzőnek teszem hozzá, illetőleg az édesapja. És ez a legdurvább. Tehát ilyenre szerintem nem volt még példa nagyjából, legalábbis amikor kamerák forogtak, akkor egészen biztosan nem. Döbbenetes számomra, amit láttam. Igen, én sem hiszem el. A dobófél, valami Lukának hívják, azért a gokárdos világgal nem vagyok teljesen tisztában, 23 éves, és aki hibázott, elvileg meglökte, kilökte, stb., ez egy 15 éves gyerek. Nyilván nem értem meg, de értem azt, hogy egy primitívebb ember a verseny hevében még verseny közben tud valami agresszívat tenni, bár tényleg életveszélyes, hogy ezek a kokártok 100, 120, 140, 150-del száguldanak, és egy akkora darab lövedék tempóval eltalálja valóban a testet, az óriási sérüléseket tud okozni, de utána a verseny ment tovább még 10 percig, és az alatt nem nyugodott le, nem csak ő, hanem az apja, egy édesapa, aki amúgy a gokártpálya tulajdonosa, szóval nem is egy random ember a világ bármely pontjára, hanem elvileg egy okosabb, értelmesebb üzletember, de hát látjuk, hogy nem, és amikor a szerencsétlen 15 éves gyerek kiszállt a gokártból, először nekifutott a fiú, a 23 éves, és majd aztán az apja is nekifutott, leteperték mindketten, úgy kellett őket elválasztani, mert még a földön is rúgták, és hát ez egészen elképesztő, megengedhetetlen magatartás. Döntést még nem hoztak, hogy elveszik a licenszét vagy sem, de elvileg pont a bűnöző akarta azt mondani, hogy ő abba is hagyja az egész motorsportot, a gokártozást és bármilyen versengést, és beadja a licenszét, stb. Bocsánatért esedezik gyakorlatilag, ő se tudja, mi történt vele, de hát elképesztő számomra, hogy ilyen dolgok történnek. Tényleg ilyen nem csak a versenypályára, közutakra, az életbe sem való. Ez azért súlyos büntetőjogi eljárást is vonhat maga után, nem csak egy versenybaleset. És hogy 2020-ban ilyet látunk, főleg akkor, abban az életszakaszban a világnak, amikor tudjuk, hogy minden rögzül, mindenki közvetít mindent a telefonjában. Hát távolságot kéne tartani. Hát, el sem megyek, de tényleg is az, hogy a srác elveszti a fejét, és aztán sem tudja magát kontrollálni, az egy dolog. De hogy valakinek az apja ilyet csinál, hogy neki megy egy tényleg két fejjel alacsonyabb, 20-25 évvel fiatalabb gyereknek azért, mert kilökte az ő fiát, ez számomra egyszerűen döbbenetes dolog. És az egész közösségi média, a Forma 1-es jelenlegi és egykori versenyzőkkel, szakértőkkel, újságírókkal egy emberként kiáll természetesen a fiatal srác mellett, és elítéli a bűnöst és azt, aki ezt tette, és azt szeretné egyébként mindenki elérni, és nyilván ez a döntés majd inkább valamikor az év vége fele vagy jövőre történhet meg, hogy ezt az egész pályát ezt úgy, ahogy van, szántsák be, hiszen ahogy Dani is említette, a sértett fél édesapjához tartozik alanyjogon ez a pálya, az ő tulajdona, és azt akarják, hogy akkor az egész üzletet azt vegyék el tőle. Ha nem szántják be, akkor valahogy vegyék el tőle a pályát. Szerintem ez a minimum lenne. Úgyhogy hoztunk nektek egy ilyen, hát nem mondom, hogy színes hírt, de mégiscsak úgy voltunk vele, hogy megemlékezünk erről a sztoriról is. Most már akkor ti is ezzel tisztában vagytok. Én pedig nagyon remélem, hogy jobban fogom majd viselni a vereséget, már hogyha vereség lesz belőle, mert hogy jöjjön akkor a szimulátoros rész. Innentől Dani mondja a részleteket, én beülök, kezdődhet a show. A kihívásnak a verseny részét én teljesítem majd, de ahogy beszéltük, ez kell egy pole pozíció, és Dani nem bízik bennem, és én sem bízom saját magamban annyira, hogy ezt magamtól megautózzam, úgyhogy igazoltam egy profit berezdai Dani személyben, aki
Reméljük, hogy megautózza nekünk azt az időmérő sikert. Bottas autójában ülünk amúgy. Ausztria nagy menője. Sajnos ugye nem tudom egyénileg beállítani a rajtrácsot offline. Szóval 110-es AI ellen kell futni egy pol, de csak nem lesz probléma. És utána viszont a versenyen már Máté fog menni és megpróbálja megtartani ezt az első helyet. Legalább néhány pontot szerezni, hogy Toto Wolff ne csapja szét az összes létező asztalt. Reméljük, hogy meg tudom tartani a szerződésemet 21-re, hiszen Verstappen készülődik, ahogy említettük. Baram 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 baram, pole position, Daniel Bereznei. Pole position. A motorra is rácsavartunk mindent, az RC-s overtaken van. Kialudt mind az öt piros lámpa, Máté, remekül kapta el a rajtot, egyből levédi a belsívet, de Verstappen ennek ellenére nézelődik nagyon Hamiltonnal és Perezzel együtt, de az első kanyar után még megvan az első hely is, Mercedes 1-2, Bottas jól végezte a dolgát, Hamilton nyert egy pozíciót a belsíven, Verstappent Máté ellehetetlenítette. Ne zavarj össze ilyen magyar szavakkal, amit túlságosan sok magánhangzót tartalmaznak. Figyelj, Hamilton jobban gyorsított ki, mint ott van a belsőben, nem szoríthatod le túlságosan, ki is kell vennem a legjobb üzemanyagmódot, és ő fékez később, viszont te itt kívül ott tartottad az autót, és gáz, nem, Hamilton elmegy, és Perez is elmegy, hogy kettő pozíciót elvesztettél, ebben a körben már nem veszíthetsz többet, kövess szépen az irányt, de kilökj Verstappen, nem baj, jobban a gáz, hatodik vagy, Verstappen elintézte Verstappen, és én a dolgot, hogy nem sokat vár. Mindenségit. Schroeder, fű, nem probléma. Kaszabubu. Így van. Ki van mögöttem, Vettel? Norris jön még a belsívről, de nem engedem. Ott tartja az autót is. Itt figyelj, koncentrálj, ne eszét a csatákban. Egyelőre nagyon-nagyon jó minden, ügyesen csinálod. Norris megint meg fog támadni az egyenes végén a belsívre, ha gondolod védeki a szeretnél, most már igaz késő, bár így, hogy használod a pálya teljes terjedelmét, így ezzel maximálisan megoldható. Figyelj, nem ezért tervezték ilyen szélesre, hogy adott hát, esetben ki tudjak nem, menni? De eddig megvan a hatodik hely, és túléltünk egy kört, ami nem rossz. Újra nagyon közelednek rá, szerintem menj a pálya jobb oldalára, védd a belsívet. És itt fék, de beengedett Sebastian Vettelt, aki mindjárt nyom itt ezt binnalát, de nem, egyenesen mi tartja történik? A Ferrari-át és elmegy a kigyorsításon. Újra nyomok neked egy kis overtake-et, de nem tudok túl sokat, mert kifogy az üzemanyag még az energia verseny végére. Nagyon támadott okon a belsőről, de Máté megtartotta a pozíciót, és Vettel mögött ott van közvetlenül, de a német úgy gondolom, hogy néhány kanyaron belül el fog nyúlni. Mint a rágógumi. Sebastian tényleg elnyúlt tőlem, de még legalább látom. Ez pozitívum. Rajzol. Kéne forgatni a kanyart. Kanyart kéne forgatni. A kormányt kéne forgatni a kanyarba. Bemenve. Jó, most DRS-sel mögüled valószínűleg meg fognak támadni. Ne fékezz itt túl korán. De nincs fékezz túl későn. Fék. Amikor piros, akkor azért fék. Egyelőre magad mögött tartod Okont és Sainzot, de már nagyon-nagyon közelednek, és be is támad Okon a belsőben, fékezz későn, hát úgy kerülnek ki téged, mintha nagymama lennél a Kossuth Lajos körúton, ami talán nem is létezik, de mondtam valamit. Nagyi tempó, nézd, és ez is jön itt mellettem. Ha elnyomjuk az overtaker belsőben, megtartjuk ezt a pozíciót, ne fékezz itt, esbe, úgy van, nagy csata, Norris és Bottas. Körülbelül igazából Újvári Máté, a DRS-t itt is ki, ne a táblát vidd el, hanem a DRS-t kell kinyitni. Rápakolok mindent a motorra, belsőben ott van a Norris, de te későn fékezel és megint a Tilke által tervezett bukó tereket a legnagyobb örömmel használod ki. Ezt jó látni, megvan a 9. hely, ha hány még egy még? Pozíciót vesztesz, az jó, de utána már nem szerzel pontot. Sainz is Okon csatázik nagyon egymással, de nem mozizzál, hanem fordulj, mert különben ez lesz a vége. Egy újabb flashbacket láthatnál, kedves nézők. Nem, Jaj. Hogy a restart session, mert végre eljutottunk legalább ideig. Hol van Lando? Messze? Nem, ott van mögötted, látod azt a kis nyilat a kormányod felett közvetlen, de itt még nem jön be a belsívre.
itt viszont nyitja majd a DRS, de nekünk is van miben reagálni, ugyanis megnyomtam az overtake-et. Viszont ennek ellenére ott van Lando a külsőben belülről, vagy... Ah! De neki... Hát, így is működhet a dolog. Fék. Hogy tartotta meg Valtteri? Hatott ez a sok zapkása. Hát, az biztos. És a kávé. Hú! Na figyelj már, csak pár kanyart kell kibírni. Itt már nem lesz olyan nehéz megtartani a pozíciót. Nem mondom, hogy teljesen legálisan, de egyelőre valamilyen csoda folytán büntetések nélkül harcolsz. Ez a Mercedes-tel. Kifogy az üzemanyagom. Nem fogy ki, nem kell aggódni, viszont itt figyelj óvatosan, mert ha Vettel körbeutaz téged, milyen aztán Vettel? Jön Kvyat, akkor nagy bajban leszel. Gyönyörűen a pálya közepét véded, úgy, mintha Monakóban lennél. Itt még rányomjuk az overtake-et, védd a belsivet, mert oda fognak menni. Jó, ez is egy megoldás. Féktávon, irányváltás, nem probléma. Charlie Whiting most nem tudja. No! Itt van, no! Ott van Vettel, ott van ki! Hát ezt nem hiszem el! Ez hogy? És nincs meg neki fotófinis, de 11. hely! Máté, nincs meg! Ezt hogy? Ezt hogy? Milyen verseny az, aminek Romain Grosjean a legjobbja? Én elhittem, hogy megvan és Kvyat meg lesz. Még az overtake-et is megnyomtam neked. És mi lett belőle? Ja, ez a verseny úgy ment el, ahogy Bottasnak az éve. Ez konkrétan olyan volt. És hasonlóan mentek el a videófájlok is valahogy a gépemről. Fogalmam sincsen, felvettünk egy elköszönést. Tudjátok, csak a szokásos, de sajnos most nem azt láthatjátok, hanem az én gyönyörű képemet. Szeretnénk megköszönni a figyelmet, hogy a 16. adáson is velünk voltatok. Tudjátok, kövessétek be az Unibet YouTube csatornáját, a feliratkozás gomb és természetesen az értesítésekért a csengő megnyomásával, és nekünk is ott vannak az elérhetőségeink. A leírásban Mátéval találkozunk egy következő szombaton, a következő epizódban, de most csak a vágóasztalról egyedül köszönök el tőletek, sziasztok!